szolnoki helikopterbázison tartották a budapesti légiparádé főpróbáját augusztus 16-án. A több mint 20 repülőeszköz alkotta kötelékek és az egyéni dinamikus bemutatókra készülő helikopterek háromszor próbálták el az augusztus 20-án végrehajtandó feladataikat. A légijárművek vegyes kötelékben húztak át a helikopterbázis repülőtere fölött, látványos bemutatójukat a Pápáról érkezett infracsapdákat szóró Gripenek tisztelgése zárta. A fővárosi légiparádé szolnoki főpróbáját megtekintette Kilián Nándor dandártábornok, a Magyar Honvédség parancsnoksága légierő haderőnemi szemlélője is. Az első áthúzásoknál voltak kisebb eltérések, de ezek olyan jellegűek voltak, amit már a második gyakorlási áthúzás vagy a harmadiknál abszolút kiküszöböltünk, néhány másodperces, és a néhány másodpercet tényleg 2-4 másodpercben mérhetők az adott célpontra való érkezésben, ez abszolút perfect végrehajtás jelent. A kötelékek áthúzását és az egyéni helikopter bemutatókat követően a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatott tagjai köszöntik majd a budapesti légiparádé nézőit. A vizen, a Dunára telepített két pontonon fognak földet érni.